Hat megyebeli együttes lépett pályára az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében. A legjobb 64 közé jutásért a Nyírbátor a Nyíregyháza Spartakuszt fogadta. A hazaiak az első félidőben jól tartották magukat, az első 45 percben nem született gól. A második játékrészben aztán Bakos, Hornyák és Gulyás is bevette a bátoriak kapuját, így a Spari 3-0-ás győzelemmel jutott a következő fordulóba. Partner kapcsolat van a két egyesület között, úgyhogy így volt egy különös pikantériája a meccsnek. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, ugye hosszú ideje ez sajnos a bajnoki idényben nem jött össze. Bízom benne, hogy ez a bajnokságra is erőt fog adni a csapatnak, és elkezdjük gyűjteni a pontokat. Az NB1-es Kisvárda az NB3-as Szolnok otthonában Negrud 10. percben szerzett góljával harcolta ki a továbbjutást. 11-es párbaj döntött a Tordassényű mérkőzésen, a 3-3-mal záruló hosszabbítás után a vendégek 6-5-re jobbnak bizonyultak a Fejér megyei első osztályban szereplő ellenfelüknél. Hosszabbítás volt Balkányban is, ahonnan az NB3-as András Ida távozott 3-1-es győzelemmel. Kiesett a szintén megyei első osztályú Ibrány, Madalina György együttese Kalocsán kapott ki 1-0-ra. A Magyar Kupa következő körének sorsolását pénteken tartják az MLS-ben. Jelen helyzetben igazából mindegy, hogy milyen ellenfelet kapunk, saját útunkra kell visszatérnünk, megtalálni azt a megoldást, amivel el tudjuk kezdeni végre gyűjteni a bajnokságba a pontokat, ugyanis ez nem jött össze mostanában. Bízom benne, hogy ez a kupa siker, ez segíteni tud abban minket, hogy a bajnokságban is előrébb lépjünk. A Nyíregyháza Spartakusz az NB2 szerdai fordulójában a Csákvár csapatát fogadja. A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Városi Stadionban.